Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok. Srácok, beszélgessünk Destiny 2 Shadowkeep lórjáról. Hogyan ad hozzá a Destiny univerzumhoz. És most végre először megszólíthattuk a sötétséget, és szeretnék erről beszélni, hogy mit gondolok a sötétségről, ugye, az a Darknessről, a piramisról, eh, ami ott van, és hogyan kapcsolódik ugye általánosan a Destiny 2 univerzumához. Megpróbálom eh, nagyon egyszerűre fogni, és nem belemenni túl mélyen a Destiny-nek a lore történetébe, mert már, már nagyon durva az egész, szóval um, ja, szóval menjünk kicsit vissza az időben egészen Destiny egyik Destiny egyben volt egy olyan küldetés, ahol be kellett menni a Black Gardenben, a Black Gardenben pedig megtaláltuk azt a nagy fekete szívet, tehát Black Heart úgy hívták, és az volt az első utalás, mondhatni úgy, a sötétségre. Oké, okay. uh, természetesen a narratívát leszámítva, ami a Destiny egyben volt, ugye a történetben, hogy az utazó uh, találkozott a sötétség, a sötétség okozta az összeomlást, és uh, azután születtünk meg mi őrzők. Na mindegy, bemeljünk oda a Black Gardenbe, ugye a Destiny 1-ben, és ott az az első konfrontáció gyakorlatilag... Um, a sötétséggel, vagy valamivel, aminek annak vélünk, és ott derül ki. Tulajdonképpen meséltem volt régebben a Destiny Lord tünetekben, hogy a Vex, mint faj, az egy érdekes, tehát konkrétan robotok és nagyon intelligensek időutazásra és manipulációra képesek, ám ugyanakkor egy istenséget imádnak, ami ugye elég fura egy fejlett, túlfejlett civilizációtól, aki idő manipulálására képes, de ugye ott találjuk a Vexet ebben a Black Gardenben, ami például jelenleg ugye a Raid ott zajlik, meg a Vex offenzíva, és, és ott láttunk egy ilyen fekete masszát, ugye az, az, az ugye a Black Guard, Black Heart, és um, ott ugye legyőzzük végül a sötétségnek az első a féle manifestációját mondjuk úgy, és ott kiderül, hogy végül is a Vex, azt az egy istenséget, akit imádnak, az több, mint valószínű, hogy a sötétség, vagyis mára már inkább konkréttá vált, hogy ez a sötétség az. És ezt el kellett, hogy meséljem, mert kicsit később hozzá kapcsolódik. Ha visszamegyünk egy kicsit a Book of Sorrows, Book of sorrow a Destiny-ben, na most a Book of Sorrow az a Hive-nak a eredet története. Az egyik első íromány, ami mint hogyha a Book of Sorrow egy kicsit olyan, mint hogyha a szikra lett volna, ami elindította a Destiny lore történetét, az első feljegyzések az idők elejéről, ez a Book of Sorrow, és az előtről nincs semmi, az emberekről nincs semmi a többi fajokról, és a Book of Sorrow az, ami először rávilágít a Destiny mélységére. Na most, mivel mondtam, hogy a Hive eredet történet, bár a Book of nem lehet szóró-szóra bibliaként nézni a destiny mert, mert, sok minden elég halogén, de ugye sokat beszél a, a, az ott lévő fő istenségekről a hive belül, mint például ugye a Taken Kingről, Oryxról, Krotáról, blablabla. Bla, bla, Ha, ha akarjátok egyszer a Book of Sororról csinálhatok egy lore történetet, mert amúgy elég érdekes. És um, ott is van egy leírás, ahol, uh, ahol, a Deepről írnak, a mélyről, és a mély masszalra már igen-igen feltételezhető, hogy az maga a sötétség, és ott a, a Deep konkrétan orix beszél, és orix valahogy úgy szólítja meg, hogy Orix királyom, uh, Orix királyom, barátom, tedd le a kardot, pihenjél meg. Uh, van egy ilyen leírás az a kapcsolatba, mivel hogy Orix akkor tért vissza egy uh, hatalmas csatából, konkrétan kiértett egy egész népet. Uh, és, és, akkor ugye a sötétség, és hát a Deep, a mély, a valami megszólított egy ilyenféle szavakkal, hogy, hogy uh, királyom, barátom, tedd le a kardodat, pihenjél meg. És ezek az első régi utalások, amelyek ott vannak. És ugye, ahogy véget ér a kampány, nekünk itt a Shadow, uh, a Shadow Keep kampány, ott találjuk magunkat egyébféle kertben, a háttérben, a piramisokkal, és önmagunkkal szembe. És valami olyasmit mond nekünk a sötétség, hogy hallottuk a segédkérésetek, itt vagyunk, segítünk, és mi vagyunk a mi vagyunk a ti megmentésetek, felmentésetek, Salvation. Hogy lehet ezt fordítani? Ja, hát mi, mint a, a, a ti felmentőtök. Uh, és ezt ezt egy olyan hangnemben adta elő nekünk a sötétség, hogy már már ijesztő volt. Barátságos, és mégis idegen, magabiztos, és, és de mégsem konfliktust keres. Ugye mi mondhatni azt, hogy, hogy mi, gardiánok, uh, ha valamit nem értünk, és valami nem tetszik, vagy valamit veszélyesnek vélünk, rögtön lelőjük is. És a sötétség úgy jelent meg előttünk, hogy már-már hogy tetszetős volt az, a, amit mondott. Nagyon fenyegető volt, félreértés ne essék, nagyon fenyegető volt. És ez volt benne a legdurvább, de ugyanakkor egy higgadt, magabiztos valaki jelent meg előttünk. Na, és a, nagyjából ennyi. Ennyit, ennyit ad hozzá, úgyis igazából a lore történethez az egész történet. Most a Destiny 2 ingyenes lett, szóval érdekük, hogy <coughs> kihúzzák jobban a történetet. A másik meg ugye, <coughs> ha lemegyünk a piramisba, ugye a holdonban és ki tudja, hogy mióta van ott, a végén megszerezzük azt az artefaktet. Ez az Artifact pedig ugye most már ott van Eris More mellett a holdon ezt az artifektet, hogy megszereztük, ez időközben egy üzenetet küldött ki uh, magából, ami elindította ezt a vex offenzívát, ami jelenleg zajlik, uh, ugye a Holdon, és uh, ugye felébresztette a Black Garden, bla bla bla, és ez is ugye megint csak a kapcsolat a között, hogy a, a Vex, ki az az istenség, vagy mi az az istenség, amit a Vex imád. Na most ugye a Destiny 2 végén láthattuk, hogy a sötétség egy aféle piramis formában jelenik meg, és beszélgessünk erről is egy kicsit, mert ugye nekünk a sötétség a, a saját képünkben jelent meg, a, a Black Garden Destiny egyben egy ilyen fekete masszaként jelent meg, és hát felt feltételezhető, de ez, ez, ez ilyen kitaláció saját magam részéről gondolat menet, feltételezhető, hogy a, a sötétségnek nincs semmiféle alakja, gyakorlatilag, nincs úgy alakja, mint ahogy a Travelernek hisszük, akiben ott a fény, ugye, és azt gondolom, hogy egyben a, a sötétségnek is, és a fénynek is, ami harcol egymással ebben az univerzumban, a, az, hogy ő a traveler, a fény egy utazó, az utazóban jelenik meg, egy gömbben, a, a sötétség pedig piramosokban jelenik meg, a semmi más, csak um, egy manifestáció, egy, egy, egy dolog, ami, amit felhasználnak a fény és a töttségség felhasznál, hogy manifestálódjon a fizikai világban. Ezt, ezt azért is mondom, mert a Book of sorrows ott volt, hogy Króta, talán nem emlékszem, Króta vagy Orex utat akart engedni ennek a Deepnek, nek a sötétségnek, és ahhoz, hogy, hogy manifestálódjon a fizikai világban a Deep, vagy a sötétség, ahhoz előkészített, Króta volt azt hiszem, előkészített egy Ogrénak a testét gyakorlatilag. Öm, és ebbe az ogréba szállt bele ö, a Deep, vagy a sötétség. A Destiny egyben, amikor a Black Gardenbe bemegy az ember, és ott van ez a fekete massza valami, és körülötte ott vannak azok a hatalmas vex szobrok, és a sötétség látod, hogy, hogy valahogy így beleköltözik a vexbe, és attól kellnek életre, tehát ö, úgy néz ki, innentől nézve, hogy a sötétségnek manifestálódnia kell valamibe bele kell költöznie ahhoz, hogy öm, öm, gyakorlatilag élni vagy mindenféle fizikai világban és ugyanitt ezt kelti meg öm, kelti fel az elméletet is a köré, hogy öm, az utazó és a fény és mi őrzők és a szellemeink hogy az, az is tulajdonképpen ez is megint csak egy elmélet maga a gömb, amit mi utazónak hívunk az csak a fizikai manifestálódása uh, a fénynek. És uh, semmi más, lehet, hogy a szellemek is csak a fizikai manifestálódása a fénynek és az útmutatása, az, a az, 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 az ugye csak része annak, hogy mi a fény elve szerint éljünk. Mert mondhatni az, hogy. Um, hogy Destiny-ben kétfajta filozófiai elmélet megy egymással. Az egyik a Sword Logic, és a másik a Bone Logic. Bone Logic? Talán. A lényeg az, hogy a Sword Logic, a, az például a Hive képviselés. Először is megint csak a Book of Sorosban van említés a Sword Logicról, az is egy tök jó, érdekes történet. Ha kíváncsiak akartok a Book of Szóval a Sword Logic arról szól, hogy megyünk, Kankör, hogy mondják, ezt megyünk, hadat üzenünk, harcolunk és hódítunk. míg a Bonlogic az inkább afelé hajlik, hogy komplexitás, civilizáció, és ugye értelmes élet harc nélkül. És ez a két el sokszor konfrontálódik ebben az egészben. Ha azt nézzük, hogy ha azt nézzük arra, hogy a sötétség piramis alakú, az utazó pedig egy gömb, és ha azt nézzük, hogy a sword logic milyen egyszerű, csak mész és harcolsz, és az erősebb nyer, ha azt nézzük, hogy a, a, a piramis alakja e, mennyire egyszerű mértanilag a gömbhöz képest, ugye egy gömbnek végtelen sok oldala van, a piramisnak pedig véges oldalai vannak, ha így mondjuk, és a kettőnek a az ellentéte. Így is mondhatjuk, hogy, hogy, hogy valószínűleg ezért választották a készítők ezt a, ezt a kompozíciót, hogy egyik egy piramis fajta, másik egy gömb. De minden esetre én úgy gondolom, hogy, hogy mind a kettő egy manifestáció a fény, illetve a sötétség számára, hogy testet öltsenek ebben a fizikai világban másik, amire gondolok, hogy ö, a játék, a fél, vagyis a készítők úgy próbálják átadni ezt az üzenetet, és egyre inkább úgy látom, hogy afelé halad, mivel hogy a sötétség már egészen az első irományok óta létezik, tehát a Book of sorrow, ö, óta létezik, és felelhető, feleltek nyomai, ugye a Deep révén a Book of sorrow nyomai, ö, a sötétségnek, Um, így, így, így mindig is ott volt, mindig is harcolt, mindig is próbált befolyászni, mindig is próbált a, ahol fény volt, ő ott volt az árnyékban, és mindig a, ahol valami jó történt, balanszként a sötétség is részt vett a történések alakulásában, és, és így keletkezett harc, probléma mindig. Tehát ahol az utazó ment, és jó kezdett el történni, valahonnan távolról fél ilyen csápokkal a sötétség mindig beférkőzött, és befolyásolta úgy a dolgokat, hogy, hogy hogy az ő akarata, törté ő akarata szerint történjenek a dolgok is. Hogyan tette mindezt? Sokszor harc által, mint például a Hive-nak a Sword logic -ja által, és megeshető sokszor uh, istenség által, mint ahogy a Vex um, csinálta, uh, hódolt be neki, vagy az is lehet, hogy sokszor úgy, ahogy minket talált meg végül az utazó, a Shadowkeep kampány végén, és, és egy a féle üzenetet hozott, hogy itt vagyunk, jövünk, és mi vagyunk a ti megmentőtök. Um, ez van, ennyivel járult hozzá a Shadow Keep lore történethez, és ne feledjetek, sok van még hátra, ugyanis uh, uh, a forszékönben azért tudjuk, hogy Maraszov ugye nem halt meg, Urden nem halt meg, sőt, felé lett, és egy szelleme, sok, 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 sok minden van hátra. Még a lore történetből, ahova a Destiny 2 kimehet, és folytatható, úgyhogy ha lesz is Destiny 3, vagy nem lesz Destiny 3, vagy folytatják, valószínűleg kihúzák egy kicsit ezt a történetet. De minden esetre egy lépéssel közelebb kerültünk a sötétséghez és az üzenetéhez, de a szándékához nem és ez itt, a, ez itt a nagyon érdekes dolog. A szándékához nem kerültünk vissza, hiszen az üzenet is, amit ott a végén kaptunk abba a kertbe, amikor beszéltünk vele, semmit nem mondott, csak azt, hogy jövök, és, és én vagyok a, mefe, a, a megmentőtök. És ennyi. Ennyi nagyja, Ennyit lehetett levenni róla, miért jön, kinek kell, ezt nem tudjuk. És ezt egy túl túl barátságos formában közölte velünk. Srácok, ennyi lett volna, remélem élveztétek a kis uh, rövid történetet, eszmefuttatást. És uh, hát, ja, a következő Destiny videóig, vagy írjátok meg, hogy mit szeretnétek látni, hallani, miről szeretnétek, hogy beszéljek. Uh, ha érdekel a Book of Soros, akkor csináljatok egy ilyen összefoglaló történetet róla, mert érdekes, um, ennyi. Ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, iratkozzatok fel. Vége! Sziasztok!